Továbbra is igencsak nagy szükség lenne a csapadékra, ez pedig nem érkezik meg. Egyelőre nem is tűnik, nem is mutatják az előrejelzések, hogy érkezhetne bármikor is az országba komoly csapadék. Jó estét kívánok az M1 nézőinek, Tóth Tamás vagyok. Ez egyben azt is jelenti, hogy tovább folytatódik a rendkívül száraz periódus. Egy picit a statisztikus adatokat nézzük, akkor elmondható róla, hogy 1840-ig, hogyha visszamegyünk, az egyik legszárazabb évkezdete lehet az idei itt az ország területén. Vannak olyan helyek, ugyanis képzeljék el, ahol még 10 mm-nyi csapadék sem hullott le az elmúlt 2,5 hónapban. Nem így tőlünk délnyugatra, hiszen ez a ciklon, ami egyben a port is felrántotta magával az európai légtérbe, továbbra is itt pörög Észak-Afrika partvidéki területein, de leginkább az Atlasz-hegység északi oldalán okoz a továbbiakban is nagyobb mennyiségű csapadékot. Az Atlaszon ugyanis átbukva a légtömeg, és megérkezve a Szaharába már jelentősen kiszárad. Időjárásunkra ugyanakkor ez a magas nyomású anticiklon, ez továbbra is alapvető hatással van. Ennek az anticiklonnak a peremén található a Kárpát-medence, ami egyben azt is jelenti, hogy kelet-észak-keleti áramlással érkezik hozzánk a száraz, de eleinte még hideg, majd egyre enyhébb levegő, ahogy majd ez az anticiklon tengelyével eltolódik. Egyébként erről az anticiklonról elmondható, hogy Dánia területén, ahol éppen ennek a középpontja van, szokatlan magasságokban alakul a légnyomás. A dán kollégák beszámolói szerint a valaha mért egyik legmagasabb légnyomást regisztrálják ezekben a napokban, ott a Jylland félszigeten. Ahogy láthatják, az éjszaka folyamán nálunk ugyan képződnek a következő órákban is felhők, és ezeken a területeken lesz enyhébb az éjszaka, hogyha kelet felé tekintünk, a derültebb körzetekben jóval alacsonyabb minimumokra számíthatunk. Ez az összefüggőbb, alacsony szintű rétegfelhőzet pedig napközben láthatják, délnyugat felé mozdul el, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb területen feloszlik, tehát a Dunántúlon is egyre inkább naposra fordul majd az idő. Magát ezt a rétegfelhőzetet jelentősebb csapadék nem kíséri, egy-egy pontban alakulhat csak ki szemerkélő vagy éppen szitáló eső, jelentéktelen csapadékot okozva, és a következő napokban esőről egyáltalán nem beszélhetünk, napsütésről annál inkább. Kezdetben még jóval az ilyenkor szokásos alatt alakul a hőmérséklet, és igen hidegek lesznek az éjszakák, ezek a mínusz 10 fok közeli értékek a fagyzugokra lesznek jellemzőek, ahogy például most is előfordulhat ezen az éjszakán is. Majd egy kissé enyhülnek az éjszakák, és nagyon kellemes, meleg nappalok várnak majd ránk a jövő hét közepén. Az idén februárban az Atlanti-óceán fölött bizony számtalan úgynevezett viharciklon alakult ki, és ott az óceán vizei felett ez rendkívüli szélsebességgel jár. Időnként bizony az óránkénti 200 kilométert is meghaladhatják az egyes széllökések erőssége, így tehát nem csoda, hogy hatalmas hullámokat korbácsolhat fel egy-egy ilyen viharciklon a vizen. A legfrissebb adatok szerint, és ennek hitelességét még vizsgálják, Izland partjai előtt egy 40 méter magasságú hullámot is észleltek, de ennek hitelesítése még folyamatban van, viszont az ilyen viharciklonok akár ott a nyílt vizek felett több 20 métert meghaladó hullámokat is eredményezhetnek. Én most búcsúzom, kedves nézők, viszontlátásra!